Úgy látom, hogy sikerült megvalósítani a magyar lovastársadalom álmát. A nemzeti lovarda megújult, és én azt gondolom, hogy aki ide eljön, az láthatja, hogy mi mennyire komolyan vettük a nemzeti lovastratégiát, és azt gondolom, hogy ez egy olyan központja vagy ékszerdoboza lesz a magyar lovasoknak, a magyar lovastársadalomnak, ahol mindenki örömmel fog jönni, és ez az álom egyébként megvalósult. Tehát mindig azt mondom, hogy szerintem kell egy nagyot álmodni, és az álmot meg kell valósítani, és aki ide eljön, az most láthatja, hogy valójában mennyire fontos a magyar kormánynak, és mennyire fontos a lovasszövetségnek, hogy a lovasportot új alapokra helyezve egy olyan versenyközpontot hozzunk létre, ahova mindenki örömmel jön, és minden szakák, tehát a díjugratoktól kezdve, a díjlovasokig, mindenki, a bolt is, mindenki jól fogja magát itt érezni. Aki ide járt korábban, az láthatta, hogy valójában, ahol most vagyunk, a nagy fedeles, az hogy nézett ki. Világos lett, kinyitottuk, tehát ez egy teljesen más dimenzió, én azt gondolom, és itt a versenyzők nagyon jól fogják magukat érezni, és nagyon bízom benne, hogy azok a versenyek, amik megrendezésre kerülnek, azok olyanok lesznek, hogy mindenki viszi a jó hírét. És egyébként én azt gondolom, hogy nem csak a Nemzeti Lovarda, hanem Szilvásváradon is nagyon szép lett az új fedeles lovarda és minden, és nem állunk meg itt, mert ugye van még egy nagy fejlesztésünk Kiskunhalason, a kiskuhalasi lovarda is meg fog újulni, és ott is egy nagyon komoly nemzetközi szintű versenyhelyszínt fogunk létrehozni.